Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a 35 perc, a Kölcsei Televízió közéleti műsora. Hagyományaink és értékünk alapjai címmel szervezett szakmai előadássorozatot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Mátészalkán. A rendezvényt helyi termék és értéktári kiállítás is kísérte. Az eseményen a helyi termelők és az őket segítő civil szervezetek is bemutatkoztak. A következő, körülbelül 20 percben a rövid ellátási lánc erősítésének fontosságáról láthatnak előadást. Harmadjára tartok előadást a térségben, és egy éven belül ötödjére vagyok itt, úgyhogy én azt gondolom, nagyon remélem, hogy mostanában még sokat fogok jönni, hiszen tényleg elindult valami a megyében, és gyönyörűen áll össze egy értéktár, és próbálja mindenki oda tenni magát bármilyen szinten, úgyhogy csodálatos látni ezt a folyamatot egy olyan világban, ahol ezek az értékek olyan távoli szavakká váltak, olyan üres szavakká váltak, hogy identitás, társadalom, érték. És hogy mit jelent nekünk ma az érték, az talán egyre fontosabb és egyre nagyobb kérdés lesz, hogy mit tudunk mi értékként megfogalmazni és átadni. Csak az az érték, amit a mobiltelefonkon egy vicces fotó mutat, és napokon át azon nevetünk, vagy még egy beregi keresztszemes, az bizony érték, és fel tudjuk mutatni, és tudjuk továbbvinni. Én úgy gondolom, hogy ezekről fontos beszélnünk, hogy ezt hogyan lehet megtenni. És az én előadásom egy kicsit a termelők oldaláról fog szólni, de mégis a hagyományokról és az értékekről, hogy hogyan lehet őket megőrizni, és milyen lehetőségeink vannak, és mi az, hogy rövid élelmiszerlánc, és ez hogy kapcsolódik majd ide. Először is ugye a termelők oldaláról szeretném indítani. Nagyon friss statisztikáink vannak, ugye most volt egy nagy európai összeírás, és látjuk azt, hogy igencsak átalakul a mezőgazdaság, igencsak átalakulnak azok az eredeti értékeink, ami Magyarország erős volt. És hogyha megnézzük, hogy 2010 és 23 között, tehát 13 év alatt mennyi a termelők, a gazdaságok száma, akkor látjuk, hogy igencsak megcsappan. És múltkor megnéztem, hogy 1990-ben rendszerváltáskor 2 millió gazdaság volt Magyarországon, most van 280 ezer. Tehát elvesztjük azokat az értékeinket, amiket a mezőgazdaság még 30 évvel ezelőtt szépen megtartott és adott nekünk. Úgyhogy igencsak oda kell figyelnünk, hogy merre megyünk tovább. És akkor egy másik nagyon beszélő ábrát mutatnék, hogy mekkorák ma a gazdaságok, és melyik számban, milyen arányban vannak. Hátul ülőknek is segítek, az a piros, ami a legnagyobb, amiből a legtöbb van, tehát a gazdaságok 35%-a ide tartozik, az az 1 és 5 hektár közötti gazdaságok. Tehát belőlük van ma Magyarországon a legtöbb. Tehát még mindig a kicsi termelőknek az országa vagyunk. 2010-ben, amikor én elkezdtem kutatni ezt a területet, akkor a kelet-közép-európai országokban Magyarország kiemelkedő volt, és Európa kifejezetten foglalkozott a magyar kistermelői szektorral, tanyásszektorral, bokortagyákkal, hogyan lehet ezt megomni. És ugye azt is látjuk, hogy azok a nagy gazdaságok, akik a mezőgazdaságnak ugye a GDP-t adják belőlük, nincsen sok, az ő számuk igencsak kevés, és a zöld pedig azt mutatja, hogy náluk van a mezőgazdasági területnek a 80%-a. Tehát míg a gazdaságaink 80%-a az 5 hektár, 10 hektár alatti kategóriába tartozik, addig a mezőgazdasági terület 80%-a a másik 20%-nál van. Ugye ez a magyar arány, Európában azért ez előfordul máshol is. És még egy nagyon fontos adatra szeretném felhívni a figyelmet, és talán itt a hagyományok őrzése miatt ez fontos még, hogyha megnézzük ezt a kortáblát, hol tartunk 2023-ban, ez a sáv 45 évvel indul. Ez azt jelenti, hogy 2023-ban a termelőinknek a 80%-a 45 év feletti. És akkor én megint azt szeretném megkérdezni, hogy milyen hagyományokat őrzünk, és ki őrzi a hagyományainkat, és ki őrzi a termelési hagyományainkat, hogyha a fiatalok nem veszik át ezeket. És akkor 2024-ben még mindig van egy fontos dolog, amiről beszélnünk kell, ez a Covid-nak a hatása. Itt ugye a mindenféle fesztiválokat, a vidéki életet is igencsak meghatározza, és ennek a megyének is meghatározza a létét, jövőjét, meghatározza a jelenét, hogy a Covid hogyan hatott az emberekre, a városi emberekre és a vidéki emberekre, hogy azt láttuk, hogy nagyon sokan kiköltöztek.
És vannak olyan térségek, ahol a városi kiköltözők vitték magukkal a városi identitásokat, ilyen mondjuk például Balatonnak az északi fele, ami elkezdett gentrisedni, tehát kezdi elveszteni azt az igazi, régi, észak-balatoni arculatát, és elindult egy gentrisedés, egy bobósodás, egy városi elitnek a megjelenése az ő szokásaival. Míg Borsodba, Szabolcs-Szatmárba kutatók azt mutatták ki, hogy az ide költözők egy része elkezd azonosulni, elkezdi felvenni az itteni identitásokat, ide akar tartozni. Itt is megjelennek a kiköltözők, viszont más identitástudattal, és ez részben annak is köszönhető, hogy ez a térség egy nagyon erős identitástudattal rendelkezik, nagyon erős értékekkel. Ezeket az értékeket meg tudja mutatni, és ebből adódóan egy kicsit szerencsésebb helyzetben van. A másik dolog, amit a Covid hozott, az az úgynevezett rövid élelmiszerláncoknak a megerősödése. 2020-ban, 2021-ben azt láttuk, hogy mindenki abban bízott, amit a termelőtől vásárolt. 2023-ban ott tartunk, mint Covid előtt. Úgyhogy sajnos nem tudtuk megtartani Magyarországon ezt a lendületet, viszont a fogyasztó tudatosítása azért mégiscsak elindult, amivel kell, hogy foglalkozzunk. És akkor három kérdést hoztam én a mai napra. Egyik az, hogy ki fogja megőrizni a kisparaszti kultúránkat, hogyha ennyire eltűnnek a termelőink. Egyáltalán szüksége van arra, hogy megőrizzük, vagy váltanunk kell. Itt a generációváltás, itt a mezőgazdaság megújulása. Ezekkel, amikkel mi rendelkezünk, értékekkel, termékekkel, újfajtákkal, régi fajtákkal, merre menjünk tovább? Mi az irány, ami most áll előttünk a vidéki térségekben, és azért ugye itt a megye kifejezetten, Máté Szalka környéke kifejezetten egy vidéki térség. És hát ugye a mai modern élettel hogyan lehet összeegyeztetni, és szerintem az előző előadás erre tökéletesen jó példa, hogy egy fesztivállal, illetve az értékek megőrzésével, leporolásával, ahogy hallottuk, hogyan lehet a modern élettel összeegyeztetni a régit. És akkor a következő néhány gondolat pedig az, hogy mi az, hogy rövid élelmiszerlánc, hogyha előadást tartok, azért én ezt mindig szeretem felvillantani, hogy fussunk át azért ezen a témán, mert még mindig nem egyértelmű, hogy a rövid élelmiszerlánc arról szól, hogy hogy lehet a legrövidebb módon eljutatni a terméket a fogyasztóhoz. És ennek számos módja van, és ez miért fontos nekünk? Azért, mert ezzel tudjuk azokat a helyi értékeket és hagyományainkat átörökíteni és átadni a fogyasztónak, ami egy hosszú láncon, egy bevásárló, tehát egy Dél-Amerikából, Brazíliából induló láncon nagyon nehezen érezhető. Ugye nem tudjuk, hogy ez a termelő, aki Dél-Amerikában a szóját előállította, hogy milyen identitástudattal rendelkezett, az ide már nem ér el, mikor itt a virsliben esszük. Na szóval ilyen lehet egy helyi termelői piac, amiből számos jó példa van. Ugye itt a térségben is szépen elindultak, 230 termelői piac van ma Magyarországon. Ennek csupán töredéke az olyan piac, aki tényleg a valódi termelőkkel dolgozik. Nagyon sok helyen ugye megjelennek a felvásárlók is, úgyhogy a jövőben jó lenne arra törekedni, hogy valódi termelői piacok legyenek. Nagyon sok helyen híreljük, és reméljük, hogy most már Magyarországon is megjelennek az automaták. Tejautomaták voltak, csak ugye, hogy az automatákat is be kellett kötni a naphoz, onnantól kezdve szegények úgy el is fogytak. De hát számos jó példát látunk, tojásautomata, mézautomata, tej, saj. Úgyhogy reméljük, hogy a jövőben ez egy lehetőség lesz a termelőknek, és ugye hallottuk, hogy az itteni kerékpárút lett az év kerékpárútja. Például ugye megálló ponton termelői limonádét, szörpöket, frissítőket egy ilyen automatából, egy biciklis automatából, megálló pontból lehetne kínálni, ahol nem a Coca-Colát isszuk, hanem egy finom hűsítő bodzaszörpöt. Vagy ne adj Isten egy jó kis szilvaszörpöt, ami ugye itt egy adottság, vagy megy, új felújítól, hogy megyen. Az internetes lehetőség is megjelenik most már hivatalosan is, tavaly óta a 60/2023-as AM rendelet, az új kistermelői rendeletünk, akit érdekel, írja föl a számát, és ez alapján interneten is tudnak a termelők interneten értékesíteni, úgyhogy egy újabb lehetőség, ez éppen a farmer lánya itt Abátszalókon. Abátszalóki weboldal, aki szintén termelőket fog össze, és így értékesíti
saját, illetve a termelőknek a termékét szintén egy jó lehetőség. Nagyon szeretjük azokat az etikus viszonteladókat, akiknek fontosak a termelők. Horváth Boldizsár, a Farm to Fork alapítója. Ő eredetileg éttermeknek szállított be különleges termékeket. Mindig kereste a cifra céklákat, a szivárvány színű sárga répákat, a különlegesebb mézeket, hogy bevigye a Michelin csillagos éttermekhez. Csak hát a Covid nála is közbeszólt, és azóta ő nyitott a fogyasztók felé. Budapesten látja el a fogyasztókat, és most már újra az éttermeket különleges, elsősorban bio termékekkel. Úgyhogy ez is egy rövid élelmiszerlánc, hogyha tudjuk, hogy ki van a termék mögött, és ugye az éttermekben megjelennek a finom helyi termékek. És akkor az egyik kedvencünk, és itt a megyét és a térséget járva, én húsvétkor hál' Isten itt csinálhattam egy nagy túrát, és szerintem az egyik nagy lehetőség itt a térségben, ez a vendégasztal, a falusi vendégasztal szolgáltatás, hiszen annyi csodálatos finom étel van, ami csak ide ebbe a térségbe jellemző, és olyan csodálatos főztöket és háziasszonyokat találtunk a térségben, úgyhogy úgy gondolom, hogy a Marika és Jani bá vendégasztalához hasonló megoldások születhetnek. Úgyhogy például azt már most is mondhatom, hogy az egyik tervünk az, hogy ebbe a térségbe hozzunk egy élmény gazda napot, ahol például szeretnénk tanítani, hogy hogyan lehet ilyen falusi vendégasztal szolgáltatást csinálni. Szerencsére könnyített higiénai feltételek mellett megtehetik ma már ezt is a termelők, úgyhogy reméljük, hogy ilyet lehet. Ők vettek egy fél hektáros kis telket Pécselyen, a ház mögött ez egy régi présház volt, gyakorlatilag bár ők egyébként Borsodból valók, mindent bevetettek zöldségekkel, és ezekből főzik a finom zöldséglevest, csinálják a derejét, a szilvás gombócot a saját szilvájukból, úgyhogy ez az ő vendégasztaluk, csak hétvégén vannak nyitva szezonban, és így tudják megoldani, hogy gyakorlatilag beleférnek ebbe a kis keretbe, amiben ők Balatonon szeretnének megjelenni. Úgyhogy szerintem ez is egy gyönyörű forma. A bevásárló közösségek és a Nyíregyháza mellett vagyunk, akkor ezt mindenféleképpen ugye meg kell említeni, hiszen a nyíregyházi bevásárló közösség a leghíresebb és az atya Magyarországon ennek a mozgalomnak és közösségnek. Egyre több van belőlük, különböző formában működnek, ugye ők azok a bevásárló közösségek, ahol a termelők és a bevásárlók, a fogyasztók összeállnak, és interneten rendelnek egy átadó pontra minden héten, és így kapják meg a csomagjaikat. Úgyhogy ez is egy olyan rövid élelmiszerlánc, ami itt a térségben jól működik. És akkor a termelői bolt, és direkt nem az itteni képet raktam be melinde, hiszen itt vannak mellettem a csodálatos képek, és csak át kell menni, és látjuk a gyönyörű boltot. Én messzebbről hoztam, Franciaországból hoztam képeket arra, hogy ott hogy néz ki egy termelői bolt. Én azt gondolom, hogy a Minden, ami Szatmárbereg Magyarországnak az egyik legjobb példája, jelenleg a top 5-ben biztos, hogy benne van, nálam lehet, hogy a number van. És ugye látjuk azt, hogy ez egy nagyon szép lehetőség a termelői bolt. Nagyon jó arra, hogy összehozzuk a termékeket a termelőkkel, bemutassuk az értékeinket, bemutassuk azt, hogy hogyan lehet vásárolni termelőktől. Ami Magyarországon nincs meg hozzá, ez a jogi háttér, még mindig. Itt Franciaországban, ez egy francia ábra, és most voltunk áprilisban, az például egy olyan pénztárgép, amikor vásárolok egy termelőtől, konkrétan be tudom ütni a termelőnek a nevét és a termékét, mert hogy itt 8 termelő értékesít egyben, és azonnal a termelőhöz került be az az összeg, amit én vásároltam, és nem a bolt értékesített, hanem a bolt ugye csak egy fenntartási költséget kap. Innentől kezdve sokkal könnyebben tudnak működni. Ugye nagyon reméljük, hogy Magyarországon is egyszer valamikor valami hasonló meg tud valósulni, hiszen a termelőknek hatalmas lehetőség. Most az idei franciaországi túrám során 2 néztem meg, de ugye én korábban már írtam ezekről többször is, hogy hogyan működnek. Ez egy 8 termelős falusi kisbolt, egy olyan faluban, és akkor Panyolára nézek, illetve itt a szintén a polgármesterekre, hogy 8 termelő összeállt egy olyan faluban, ahol átmegy egy biciklisút. Egy hegyi biciklisút, és szeretnek megállni.
És ezekre a turistákra, illetve azokra a helyi emberekre gondolva, akik szeretnének itt vásárolni, azoknak állították össze a boltot, 2 éve működik, gyakorlatilag oda jutottak a 2. évben, hogy le tudják vinni a fenntartási költséget, 20%-ot kellett eddig bent hagyni, most 18%-ra viszik már le, mert annyira ki tudja magát termelni ez a pici bolt, úgyhogy szerintem ez is egy jó irány. A másik pedig egy hatalmas bolt, ahol 3000 termelő van, Néme városában, tehát teljesen más lépték, és az Agrárkamara hozta létre a boltot, ahol is a termelőket meghívta, tehát ő adta az infrastruktúrát, uniós támogatásból felújítva, megcsinálva, és a termelők pedig bérbe veszik a polcaikat, ahol értékesítenek közösen. Úgyhogy szép példát, és hát mi kell a vásárlónak? És direkt ilyen képeket raktam be, hogy hát ugye egyelőre olyan értékesítési lehetőségek, ahol mindent meg lehet venni a lehető legolcsóbban. És ebből jó lenne ugye kitörni, ezért is próbáljuk bemutatni az értékeket, tudatosítani a fogyasztóinkat, hogyha kicsit tudatosabbak lesznek, akkor talán jobban értékelik azt a rengeteg munkát, amit beleteszünk ugye azokba a termékekbe, amit előállítunk. Ezt mondom úgy is, hogy mi most éppen a családi gazdaságunkban barackot takarítunk be, és a baracknál teljesen átálltunk a szedmagadra, mert nagyon szeretjük a tudatos vásárlókat, akik szedmagadba jönnek hozzánk vásárolni, teljesen más közeg. És a tudatosítás gyerekkorban kezdődik, Pályi Krisztina például a Győr mellett gyerekeknek csinál programokat, hogy a gyerekkortól már a kicsit megtudják, hogy mi az, hogy mezőgazdaság, mi az, hogy elültetem a magot, a magból hogy lesz virág, mi az, hogy méhecske, miért van szükség a méhecskére. Másik kép pedig Franciaországban, a farmról farmra ünnepen készült a fotó, amikor is a gyerekek, illetve családok évente egy hétvégén elmehetnek és megnézhetik, hogy hogy néznek ki a gazdaságok. Egy ilyen hétvégén egy-egy gazdaságot 800 000 fogyasztó látogat meg. Mert szükségük van arra, hogy tudják, hogy mi hogyan készül. Ez pedig már a mi képünk az élménygazda workshopunkról, ez a tavaly őszi képünk, amikor sajtot készítettünk egy sajttermelővel. Nagyon szeretik a termelők ezt az új képzésünket, hiszen megmutatjuk, hogy hogyan lehet úgy megcsinálni egy sajtot, hogy ez a fogyasztónak érdekes legyen. Hogyan, milyen taktikákat, milyen műveleteket, milyen módszereket lehet ebbe behozni, és bizony egyre többen szeretnének workshopra menni. Itt például Tákoson beszélgettük a keresztszemes hímzést. Én például, amikor elegem van a világban, nagyon szívesen eljönnék egy keresztszemes hímzés hétvégére, vagy akár egy egész hétre, és úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan irodista van, aki szívesen vállalna ilyen hétvégéket és ilyen programokat itt a térségben elvonulva a gyönyörű falvakban. És egy kicsit az én gyökereim, azok Géder, Lakra, Paksal, Szembe, Kalocsa mellettre nyúlnak vissza. Most találtam a csodás fotókat, hogy bizony szükségünk van arra, hogy bemutassuk a régi értékeinket itt a Dunában. Ugye azért is hoztam, mert itt van rengeteg folyó, rengeteg patak. Itt a Dunában mosták a hölgyek, az asszonyok a ruháikat, a piros paprikát, a kalocsai piros paprikát éppen betakarítják, és lemvászon zsákokba töltik. Ugye ezek azok a programok, amiket ők is például Uszódon, élménygazdaságban, élményporta napokon megvalósítanak, hogy bejöjjön a fogyasztó. És akkor az előző előadásra vissza hangolódva, mert sokkal jobb hangulatunk volt, ugye a szórakozás, az élmény az, ami nagyon fontos, és amivel ezeket az értékeket át tudjuk adni, és ez az, amivel gyakorlatilag ide a vendégeket be tudjuk húzni. És még egy gondolatot szeretnék így végezetül egy kis magocskát itt elültetni. Planète Terroir-nak a nagykövete lettem, ez egy franciaországi szervezet, és ők azzal foglalkoznak, hogy terroárokat hozzanak létre. A terroár szót már biztos hallottuk a borok révén, ugye a tokai vagy a villányi borok révén, de terroár az minden olyan térség, ahol van egy ember, ahol vannak emberek, közösségek, földrajzilag lehatárolható, és meghatározható, hogy az adott közösség milyen értékeket hozott létre az évszázadok során. Ez a terroár. Spanyol egy terroár. Mikor ott voltunk, nagyon jót beszélgettünk róla, hiszen ott van az ártéri gyümölcsös, a szilvás, ott van a szilva pálinka, ott van a farsang, ott vannak az emberek, ott vannak az épített örökségek.
ez így mind egyben egy terroár. És ugye ők azt mondják, hogy a terroára a jövőnek szüksége van ezekre a terroárokra, és így tudjuk az értékeinket majd fenntartani. Az ő példájuk például, ami nekem nagyon tetszik, ez a kicsi sajt, a Szent Felicén egy falu, már csak 5 termelő végezte, tudta, ismert ennek a sajtnak a receptjét 2 éve, és elkezdték gyakorlatilag megtanítani a többi termelőt, itt egy oktatás van, hogy a termelőket tanítják arra, hogy ez a több száz éves módszertan hogyan nézett ki. Itt egy értékelő nap van, különböző zsűrizése van a sajtkóstolásnak, ez pedig már annak a dossziének a teteje, amit az Európai Uniós eredet oltalom iránt benyújtottak, hogy majd pár év múlva megszerezzék. És azt mondják, hogy miért fontos ez az út? Azért, mert azzal, hogy elindították az, hogy legyen ilyen sajt, és kapható legyen a térségben, mert azzal ennek a sajtnak 3-szorosát ugrott az értéke. Úgyhogy én nagyon kívánom, hogy legyen hasonló útja a panyolai szilvapálinkának, illetve a lekvárnak, a farsangnak, az új fehértói értékeknek, illetve mindennek, ami Szatmár bered, hiszen ez az út, amit el kell indulnunk közösen. Sok sikert kívánok hozzá! A szakemberek arra figyelmeztetnek mindenkit, hogy a nagy melegre való tekintettel fogyasszanak több folyadékot, elsősorban vizet, és a déli órákban ne tartózkodjanak a tűzőnapon. A nagy hőség a szív- és érrendszert viseli meg a legjobban. Az erek kitágulnak, a vérnyomás csökken, a keringés lassul. Aki teheti, keressen árnyékos, légkondicionált helyiségeket, és ne feledkezzen meg a napvédőkrémek használatáról sem. Az UV-sugarak ellen hosszú ujjú, lengeruhával tudunk védekezni, valamint magas faktorú fényvédővel. Ezt strandolás esetén néhány óránként újra fel kell vinni a bőrfelületre. Múlt hét szerdától 3-fokú hőségriadót rendeltek el az ország minden területére. A hőség az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Szakemberek azt javasolják, hogy a megelőzésre fektessünk nagy hangsúlyt, és ha lehetőség van rá, a legmelegebb időszakokban ne tartózkodjunk a szabadban, főleg ne sportoljunk és ne végezzünk nehéz fizikai munkát. Ez a nagy hőmérséklet, ez fokozott megterhelést jelent mindenkinek a szervezetére, tehát ez még egy fiatal egészséges szervezetet is igencsak meg tud terhelni, hogyha pedig valaki olyanról van szó, akinek le van gyengülve a szervezete, vagy mondjuk krónikus szívvérrendszeri megbetegedésben szenved, akkor az ő esetükben az állapot rosszabbodásnak, az a betegségük dekompenzációjának jóval nagyobb a rizikója, emiatt ugye itt a megelőzésre kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni, tehát kerüljük úgymond a nagy hőnek való kitettséget, illetve figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékfogyasztásra, ugye ilyenkor a szervezetnek a folyadék igénye megnő. Minden olyan dolgot, aminek vizelethajtó hatása van, energiaitalok, túlzott kávéfogyasztás, alkoholos italok, azokat célszerű ugye kerülni, és inkább mondjuk zöldtát, tiszta, friss vizet, vagy esetleg gyümölcsleveket fogyasszunk, de azt mondjuk csak azért mértékkel a cukortartalmuk miatt, és inkább napjában többször együnk, keveset, könnyű, vegyes étrend, leginkább az ilyen mediterrán jellegű étrend az, ami ajánlott, az ilyen nagyon zsíros, nagyon nehéz ételeket célszerű kerülni. Nem csak a forróság megterhelő ilyenkor, hanem az is, hogy nagy hőingadozásnak tesszük ki a szervezetünket. Ha mód van rá, érdemes naponta többször frissítő zuhanyt venni, a túl hideg zuhany vagy az átmenet nélküli hideg vízbe csobbanás viszont nem ajánlott. Hasonlóan óvatosan kell bánni a klímával. Minél nagyobb a hőmérséklet különbség, annál nehezebb a szervezetnek alkalmazkodni hozzá. Egyébként sem javasolt igazából, hogy tényleg a klímát túlzottan használjuk, és ráadásul próbáljuk meg úgy használni, hogy ne közvetlenül a testünkre menjen a klimatizált levegő. Úgyhogy, de én mindig azt szoktam javasolni, hogy célszerű egy kellemes, inkább ilyen 23-4-5 fokos hőmérsékletet tartani, azt már mindenki el tudja viselni, és azért nem mindegy, hogy 18 fokból kell a 40 fokba kimenni, vagy mondjuk 25-ből, azért elég jelentős különbség ez. Úgyhogy igen, a klímával csak óvatosan, és ugye a klímának a karbantartására, a megfelelő tisztítására pedig nem lehet elég nagy hangsúlyt fektetni. A hosszú használat nélküli időszakban ráadásul nem csak bekoszolódik a klíma, különböző kórokozók is megtelepedhetnek rajta.
Ezek fertőzéseket és atípusos tüdőgyulladást is okozhatnak, ezért érdemes kitisztítatni az első használat előtt. Sokaknak elkerülhetetlen, hogy napon legyenek a kritikus időszakban, nekik érdemes odafigyelni a testi jelzéseire. Ugye, hogyha valaki többet tartózkodik a kelleténél nagy hőmérsékleten, akkor a szervezetnek a hőháztartása fel tud borulni, és az attól függően, hogy milyen mértékű, különböző tünetekkel járhat. Az enyhe tünetek az fáradékonysággal, szédelgéssel, fejfájással jár, súlyosabb esetben ugye a testhőmérsékletnek a megemelkedése jelentkezik, komolyabb neurológiai tünetekkel, látászavarral, akár eszméletvesztéssel. Nyilván ilyenkor azonnal mentőt kell hívni, hogyha súlyosabb tünetek vannak. Az enyhébb tünetek esetén nagyon fontos, hogy hűvös, árnyékos helyre vonuljon az illető, a folyadékfogyasztást meg kell ilyenkor növelni, de hogyha ennek ellenére rosszabbul érzi magát, akkor mindenképpen fel kell keresni vagy házi orvost, vagy ügyeletet, sürgősségi osztályt, meg hát nyilván tünetileg azért lehet kezelni, fejfájásra be lehet venni egy fájdalomcsillapítót, hány inger esetén egy enyhe hányás csillapító tablettát lehet szedni nyugodtan, de komolyabb tünetek esetén inkább célszerű orvoshoz fordulni. Nyáron nem csak a strandon, de a dolgos hétköznapokon is kevesebb ruhát viselünk, emiatt pedig bőrünk kiszolgáltatottá válik a napkáros ultraibolya sugárzásával szemben. Vannak, akik néhány perc leforgása alatt leégnek, míg mások később szembesülnek a kellemetlen tünettel. A szakemberek szerint azonban minden bőrtípus számára fontos a fényvédelem. Minél nagyobb az a faktorszám, a fényvédő faktorszám, annál biztonságosabb lesz a napozás. Az SPF jelzés, ami manapság már inkább 30-as, 50-es, az azt jelenti, hogy mennyivel nyújtja meg az adott bőrtípus esetén a megégésig biztonsággal a napon tölthető időt. Tehát ha van egy viszonylag világos bőrtípusú ember, aki néhány perc alatt megég, nála egy 50 faktoros fényvédő megfelelően használva 50-szeresére megnöveli a biztonságos időszakot, de ez is maximum mondjuk 2 óra, mert egyébként ő néhány perc alatt megégne. Az ideális pótlás az 2-3 óránként történik. Izzadással, maga a hatóanyag lebomlásával csökken a hatékonyság, nyilván ez vízparton, fürdés közben fokozottan igaz, tehát 2-3 óránként, ha folyamatosan napon vagyunk, pótolni érdemes a fényvédőt. Nem csak a faktorok számáról kell döntenünk, vannak úgynevezett fizikai és kémiai fényvédők, amelyek eltérő módon óvják a bőrt. A fizikai fényvédőt gyakorlatilag úgy kell felfogni, minthogyha egy védőpajzsot kennénk a bőr felszínére, ez vissza fogja verni a sugarakat. Elsősorban kisbabák bőrén javasolt használni, mert hogy nem szívódik be hatóanyag a bőrbe. Másrészt nagyon beteg vagy kezelt, például lézerkezelt bőrön biztonságosabb. Nyilván ennek ára is van, ennek a nagy biztonságnak. Kicsit kényelmetlenebb a használatuk. Jellemzően azt vehetjük észre, főleg a gyereket bekenve, hogy fehéres réteg marad a beken területen. Ez mondjuk egy nőt zavarhat a sminkelésben. Többek között emiatt is fejlesztettek ki nagyon sokféle kémiai úton védőfényvédőt. Itt a hatóanyag bejut a bőrbe, beszívódik, és ott fogja eliminálni gyakorlatilag a bőrt ért sugarakat. Biztonságosak ezek a fényvédők is, de egy picit más módon hatnak, és ebből a más módon hatásból adódik az is, hogy ezeket a típusú fényvédőket célszerű napozás előtt 20-30 perccel felkelni, mert a beszívódáshoz, a hatóanyagok aktivizálódásához szükséges ennyi idő. Én úgy gondolom, hogy ha gyógyszertárban választunk megfelelő márkájú fényvédőt, akkor nem nyúlhatunk mellé. Ezek nagyon biztonságosak, gyógyszergyári körülmények között előállított fényvédők. Minden évben fejlesztik, minden évben a biztonságra törekvő módon is továbbfejlesztik ezeket. Ha egy-egy hatóanyagról felröppen bármilyen hír közösségi médiában, interneten, azért érdemes a megfelelő súlyán kezelni, illetve pontosan utána lehet akár nézni, hogy mennyire kell ezt komolyan venni. Sok esetben, tehát gyakorlatilag minden anyagra igaz, hogy bizonyos mennyiségben orvosság, bizonyos mennyiségben méreg. Bizonyos gyógyszerek fényérzékenyítő hatásúak, ebből rengeteg van. Tehát ha valaki folyamatosan szed gyógyszert, érdemes, hogy tájékozódjon arról, fényérzékenyítő-e ez. Illetve ha aktuálisan nyáron kell például egy hétig
akár antibiotikumot szednünk, hogy valamilyen gyulladást csökkentő gyógyszert, megint csak célszerű utána kérdezni a házi orvosnál, vagy utána nézni, hogy fényérzékenyítő-e. Olyan extrém mértékben fényérzékenyíthet egy adott gyógyszer, hogy akár egy májusi nap hólyagosra megégeti az adott egyént. Tehát célszerű ezt tudatosan elkerülni. A másik, amit okozhat szintén a fényérzékenyítő gyógyszer, nem kívánatos pigmentfoltok például, ezt a nők nagyon-nagyon nem kedvelik, tehát megint csak megelőzni a legbiztonságosabb. A szakemberek a teljes testes napozást már a dohányzás okozta egészségkárosításhoz hasonlítják, a legnagyobb veszélyben pedig a gyerekek vannak. Pici babákat 6 hónapos korig nem célszerű tűző napra vinni. Nyilván levegőzhetnek a teraszon, vagy bárhova elvihetjük őket, de fokozottabban óvni kell a tűző naptól. Mindenkire igaz, kisgyermekre is, de akár felnőttre is, hogy 11 és 3 között égető tűző napon, ha lehet, ne tartózkodjon. Kisgyermeknek inkább fizikai fényvédő célszerű használni, felnőtt ember gyakorlatilag bármit, ha használ, az nagyszerű. És amellett, hogy bekenjük magunkat, nyilván a ruházattal, sapkával, kalappal, napszemüveggel is sokat tehetünk a védekezés érdekében. A tartós napfény károsodása szakemberek szerint nagy szerepet játszik a bőrrák kialakulásában. Magyarországon évente több mint 21 ezer hámsejt eredetű bőrrákot és 2500 melanómát diagnosztizálnak. Ez utóbbi pedig a legagresszívebb típus, gyorsan és könnyen képez áttétet más szervekben is. A megelőzés mellett fontos a rendszeres önvizsgálat a korai stádiumban felismert bőrrák, ugyanis általában hatékonyan kezelhető. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc új műsorra, szerdán várjuk Önöket, akkor kiderül majd, hogy mekkora károkat okozott az elmúlt hétvégi vihar a mezőgazdaságban. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!